kép. Nem feltétlenül úgy megy, ahogy a születési hónapot vonatkoztatják. Esetleg ismertek egy csillagképeket? Igen. Te ránézhetek? Az olvasótáborunk az már 10. alkalommal van megszervezve, és az ötlet onnan jött, hogy a gyerekek és a gyerekek olvasás iránti szeretetét valahogy növeljük, hiszen az olvasni tanítás az már egy misszióvá vált Kárpátalján is, meg úgy az egész világon is, hiszen kezdünk elfelejteni olvasni a média hatására, a különböző rajzfilmek, különböző filmek hatására, hiszen az másfajta élményt ad, sokkal aktívabb élményt ad. Az olvasótábornak az a célja, hogy olyan olvasási stratégiákat, olyan olvasási lehetőségeket és olyan olvasmányokat mutassunk be a gyerekeknek, amelyek arra fogják őket ösztönözni, hogy minél több könyvet vegyenek a kezükbe, minél több történetet ismerjenek meg. A 10. olvasótábornak a lényege az, hogy az irodalmat határok nélkül kezeljük, azaz megmutassuk az irodalomnak azokat a határvonalait, hogy amelyek ma léteznek, és mondjuk megjelenik az irodalom rajzfilmekben, a filmekben, összehasonlítjuk, hogy mivel másabb egy rajzfilm, mint egy könyvben leírt történet, vagy mivel másabb egy film, mint egy könyvben leírt történet. Minden alkalommal arra törekszünk, hogy közösségi élményt alakítsunk ki, és hogy pont a szövegek és az olvasás kösse össze a gyerekeket. Jelen pillanatban 9 és 13 év közötti gyerekekkel foglalkozunk, egyébként sokkal szélesebb skálával kezdtünk, tehát 9 és 17 éves korban lehet jelentkezni ebbe a táborba. Nyilván onnan, ahonnan a gyerek már kezd szöveget értelmezni és szöveggel foglalkozni. Szeretnénk nagyon széles skálát bemutatni, tehát volt mitológiai, volt bibliai, és volt egyébként kortárs irodalom is. Ezeket összekötjük és megnézzük az összefüggéseket is. Jelen pillanatban tényleg a csillagképekkel foglalkozik az előadó és a gyerekek, és a csillagképeknek a mitológiai hátterével, hiszen azt látjuk, hogy a kortárs gyereket nagyon érdeklik a csillagok és a főleg valami miatt a horoszkóp került előtérben nagyon, és most pedig megkapják ennek a történeti hátterét, a hajósokat, ahogyan a csillagok által tájékozódtak, a természettudományi jelentőségét ezeknek a csillagképeknek, és mellé pedig a mitológiai hátteret is. A tudás mellett élményt kapnak, egyrészt élményt arról, hogy közösségben hogyan lehet viselkedni, és hogyan lehet együtt élményeket, közösségi, igazi közösségi szellemet kapni. Másrészt szerintem nagyon sok játékot visznek magukkal, mert egész délutánt általában játékosan töltjük, és azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogyha el tudjuk érni a gyerekeknél, hogy ezek után könyvet vesznek a kezükbe, és vagy szeretik a történetet, vagy megkérik a szülőket, hogy meséljenek nekik, olvassanak nekik történeteket, akkor ez a legfontosabb, amit elvisznek innen, mert ettől válnak igazi értelmező olvasóvá, igazi értelmező emberré.